Az UTE 130. születésnapjának tiszteletére interaktív kiállítás nyílt az Újpesti Ifjúsági Házban. 1885. június 16-án a Piactéri iskola egyik tantermében 20 sportolni vágyó fiatal alapította meg az Újpesti Torna Egyletet. Az alapítás 130. évfordulója alkalmából az Újpesti Ifjúsági Házban nyílt meg az a kiállítás, amelyet az Újpesti Torna Egylet szakosztályainak, sportolóinak, olimpikonjainak relikviáiból, sportszerekből, mezekből, kupákból és zászlókból állítottak össze. A kiállítást Őze István, az UTE klubigazgatója nyitotta meg, aki az évfordulóhoz kötődő rendezvénysorozatról is tájékoztatta a jelenlevőket. Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere, aki közismerten az Újpest FC legnagyobb szurkolója is elmondta, az önkormányzat segítségével az Újpesti Torna Egyletnél sportra a legtöbb igazolt olimpiai bajnok. Hozzátette, a város és az egyesület kapcsolata legendásan szoros, ennek is köszönhető, hogy Újpest idén harmadszor szerezte meg a legsportosabb város címet. Ugye idén van a 130 éve születésnapja az UTE-nak, idén 175. évfordulóját, születésnapját ünnepli ez a település. Ugye Károly gróf 1840. március 15-én írta alá ennek a településnek az alapító levelét, úgyhogy ez egy ilyen kettős ünnep. Jól mutatja azt, hogy ez a város és ennek a városnak a sportja, sportolói, azok egy szövetet képeznek, egy város, egy csapat, egy szerelem, egy élet, ugye sok szlogenban, sok fényes korszaka van ennek az egyesületnek, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a fényes korszakok nem csak a múltban voltak, hanem most a jelenben is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a születésnapot megéltük, és én remélem, hogy mind a 260-on is, bár akkor már nem én fogok beszélni, de valaki ugyanúgy a sikerekről és a fényes korszakokról tud beszélni. Hajrá Újpest! A megnyitón jelen volt Svéd János, az UTE egykori elnöke és mecénása, Asner Lipót unokaöccse, aki a Tungsram alapítójának és vezérigazgatójának sporthoz fűződő kapcsolatáról beszélt. Boldog születésnapot kívánok, 130 év. Mit rejt ez a nem kevés esztendő az UTE életében? Köszönjük szépen az egyesület tagja és az újpestiek nevében. Hát ez sok sikert, sok munkát, sok szenvedés, sok kudarcot. Úgy, mint általában az élet, hol fönt vagyunk a hegytetőn, és minden sikerül, hol nem vagyunk a völgyben, és mindenért meg kell küzdeni. Szerencsére azért az egyesület sokszor volt a hegytetőn, és sok olyan sikert tudtunk elérni, amivel örömet tudtuk szerezni szurkolóinknak, újpestváros lakosságának, és hát a sportolóinknak. Hány ember munkálkodott arra, hogy ez a fantasztikus kiállítás összejöjjön? A sportmúzeumban már nem először nem csalódunk. Az 5, illetve 10 évvel ezelőtti kiállítást is ők rendezték, vagy besegítettek, és ezért fordultunk hozzájuk. Végül is azt gondolom, hogy az országban ebben a műfajban ők a legjobb szakemberek. A sportmúzeum apparátusa több emberrel, több napon keresztül állította, illetve készítette el ezt a kiállítást. Az általunk biztosított forrásanyagokból, illetve relikviákból. Azt gondolom, hogy érdemes megnézni, és sok érdekességet tartalmaz. Kikre számítotok? Kit vártok? Ezt a kiállítást mi elsősorban azokhoz az iskolákhoz címeznénk, ahol az UTE minden iskolában kötelező testnevelési órát tart. Mi onnan a gyerekeket kihozzuk, tárlatvezetéssel megmutatjuk nekik az itt kiállított dolgokat, illetve arra törekedtünk a kiállítással kapcsolatban, hogy egy interaktivitást vigyünk a kiállításba, tehát az ide látogató gyerekek kipróbálhatnak különböző sporteszközöket, és nem csak a kupát és nem csak a relikviákat tudják megnézni, hanem valami kis mozgást bele tudnak vinni a múzeum látogatásba is. Az UTE 130 éves születésnapjára rendezett kiállítás június 21-ig látogatható az Újpesti Ifjúsági Házban.